Az ingatlan statisztikák alapján a nyírbátori lakás és családi ház árak négyzetméter árai szinte megegyeznek a vármegye székhely adataival. A polgármester elmondása szerint ez nem véletlen. Egyre több a munkalehetőség, és a számtalan szolgáltatás okán nagyon élhető várossá vált Nyírbátor az utóbbi években. A Nyírbátorban én azt gondolom, hogy a megyében minden településen tudják, hogy nagyon komoly gazdasági fejlődés valósult meg az elmúlt 10-20 évben, de azt látni kell, hogy a gazdaságfejlesztés az nem csak arról szól, hogy gyárak épülnek. Nagyon fontos, hogy az itt élő embereket, a környéken élő embereket is helyben tudjuk tartani, és az is nagyon fontos, hogy a szakemberek, akik ezekhez a gyárakhoz érkeznek, azok ide települjenek, ide költözzenek. És ebben a legfontosabb feladatunk a lakhatás feltételeinek a javítása. Ebben a város az elmúlt években, évtizedekben sok olyan fejlesztést, önerős beruházást valósított meg, ami ezt segíti. Bérlakásokat építünk folyamatosan, és ennek az egyik most folyó lépcsője vagy eleme a mögöttünk található dolgozói lakások építése, ami egy közel 1 milliárdos beruházás, és ezzel is az a célunk, hogy a pályájukat itt kezdő fiatalok Nyírbátorban telepedjenek le. Egy új lakópark van kialakulóban a gyógyfürdő szomszédságában, hiszen évekkel ezelőtt saját erős beruházásként már megépült itt egy több lakásos társasház. Egy új lakóparkot szeretnénk itt gyakorlatilag kialakítani. Ez most annyiban különbözik, hogy ennek a beruházásnak, ami szintén közel 1 milliárd forint értékű, 50%-át hazai forrásból, munkaerőpiaci alapból a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja, és ahogy látszik, jó ütemben haladnak az építkezési munkálatok. Bízunk benne, hogy rövid időn belül már az új lakók is be tudnak majd ide költözni. Jelenleg 42 lakás kivitelezése folyik, de a távolabbi cél az, hogy az önkormányzat tulajdonában legalább a jelenlegi 500 bérlakás kétszerese legyen, tehát 1000 korszerű élhető lakást és ezzel lakhatást biztosítsanak a Nyírbátorban élők számára. Egy pontozási rendszer dolgoztunk ki a bérlakás bérlőinek kijelölésére. Ebbe több szempontot veszünk figyelembe, olyan szempontokat, ami a város számára fontos. Az egyik és legfontosabb szempont, hogy aki ide be akar költözni, annak munkahelye legyen, itt Nyírbátorban legyen munkahelye. Előnyt jelent, ha valaki már korábban is Nyírbátorban lakott, hiszen ezzel a helyi lakosokat szeretnénk segíteni és védeni, de természetesen figyelembe vesszük, hogy van-e már gyereke, hányan költöznek, milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezik, de ezeket már kisebb mértékben. Tehát egy pontozás alapján mindig a rangsor elején lévők, tehát a leginkább rászorultak, a leginkább arra érdemesek kapják meg a megüresedő lakásokat. Az önkormányzat az elmúlt években emelt a lakbéreken, viszont a négyzetméter árak még most is a piaci ár alatt vannak 60-70%-kal. A lakásbérleti szerződés maximum 10 évre szólhat, ezzel is ösztönözve a lakókat arra, hogy a későbbiekben saját lakás vásárlására törekedjenek.